Mint minden évben, idén is szervezett formában kezdődött meg a karácsonyfák begyűjtése január 4-én Kecskeméten. Akik tovább szerettek volna gyönyörködni a fenyőikben, azok számára jó hír, hogy még nem ért véget az elszállítás. A szabályok változatlanok. A lebontott, minden dísztől, csillagszórótól megszabadított fákat az ingatlan előtti közterületre kell kihelyezni úgy, hogy könnyen mozdíthatóak legyenek. Valamint a jármű és gyalogos közlekedést se akadályozzák. A fenyőfák kihelyezésére a gyűjtési nap reggelén 6 óráig van lehetőség. Január 25-én, azaz jövő hétfőn Belsőnyírből, Külsőnyírből, Hetényegyházáról és a Petőfi város, valamint Úrihegy területéről gyűjtik össze a kidobott fenyőket. 26-án kedden Alsó-Széktón, a Belvárosban, a Máriahegyen és a Máriavárosban, Minteleken, a Széchenyi városban, valamint a Villanegyedben, a Szelei faluban és a Talfáján folytatják a gyűjtést. A szerdai napon az Árpádvárosban, az Erzsébetvárosban és Kossuthváros, Rákóczi-város részeken is összeszedik a fenyőket. A begyűjtés csütörtökön, Borbáson, a Halasi úti hobbiknál, Kisfáiban, a Kósafaluban, Matkón, a Műkertvárosban, valamint a Rendőrfalu, Ürgés és Szent Lászlóváros részekben folytatódik. A begyűjtés utolsó napján, 29-én pénteken, a Betlenvárost, Hunyadi várost és Vacsi közterületét járják majd a karácsonyi zöld hulladékot gyűjtő autók.